Válaszolom a következő kérdésre. A kérdés a feltétel nélküli szeretet felé vezető útjáról. Ugye egy kedves Ricsin kérdezte, hogy az ő elképzelés, hogy feltétlen szeretet az egy út, ami egy tudatállapotra kell eljutni, átjönni különböző szinteken. Igen, ez így van. A védikus írások azt magyaráznak, hogy igen, ahhoz, hogy valaki eljusson a igazi feltétel nélküli szeretetre, ahhoz kell egy bizonyos tudat állapot. És ugye, hogyha megnézzünk a Bhagavad Gita-t, ott is van egy menet, ami tudatot emeli. Mert szeretet, ez egy nagyon magas tudat. Ember néha téveszti a szerelmet a szeretettel. Ugye a szerelem, ez csak mondhatjuk a gének, mikor aktívak az emberbe, amikor csak testi kapcsolatot akarunk. Ez azt jelenti, hogy addig szeretem, ameddig örömet nekem okoz. Amikor nem teljesíti a vágyomat, nem okoz több örömet, akkor már nem szeretjük. És megérteni ezt, ehhez is kell egy különböző, egy megfelelő tudatállapot. Srimad Bhagavatam magyarázza, hogy első lépések hozzá, ez egyik oldal ez a tudás, elméleti tudás, hogy megérteni, hogy én ki vagyok, és ki a szeretett tárgyak kell, hogy legyen. Ugye a Bhagavatam azt ajánlja, hogy Isten legyen a szeretett tárgya, mert ha valaki Isten szereti, akkor fog szeretni mindenkit. És igenis, egy utat ajánlja, és az első lépések, én most csak erről beszélnek, mi az első lépések. Az első lépések az, hogy a Srimad Bhagavatam ajánlja megfelelő tulajdonságot kultiválása. Ahhoz, hogy szeretni legyünk képesek, kell 30 tulajdonságot elsajátítanunk. Belőle van 21 tulajdonság, ami csak emberi tulajdonság. Ahhoz, hogy tudjak szeretni, ahhoz ember legyek. Nagyon sok ember most, a felnőtt ember van a világban, és akkor azt gondolja, hogy ő felnőtt, vagy mi gondoljuk, hogy lássunk 20-30-40-50 éveseket, akkor ő már nem is kell neki tanácsot adni, mert már felnőtt. Nem, ő biológiailag fejlődött, de tudatilag nem mindenki fejlődött. Ugye kell tudatilag lenni fejlődött, vagy életember. És ez nem például valamilyen akadémikus tudás alapján lehet megérteni, megállapítani az embernek a érettségét, hanem a tulajdonságok alapján. Lenni csak egy emberi testben 20-30-40 éves korba, de nem rendelkezik emberi tulajdonságokkal, akkor nem mondhatjuk állati szint, mert mit csinál egy állat? Eszik, azik, szoporodik, védekezik. Hogyha embernek csak ebből áll az élete, akkor ez emberi test, de állati tudat. És a különbség az első lépésben, hogy az ember rendelkezik megfelelő tulajdonságokkal. Ez meg fog különböztetni. És ez az alap. Alap annak, hogy megtanuljak szeretni. Mert szeretet, ez egy tudatállapot, és ez egy tudatminőség. És a tulajdonságok, ezek a 30 tulajdonságok, amit most említek, nem fogok belemenni a tulajdonságokba, de ez a 30 tulajdonság ezt a minőséget biztosítja a tudatnak, hogy mi képesek legyünk szeretni. Hogy ez a szeretet tudjon létezni a mi szívünkben. És ez egy nagyon fontos alap elv. Hogyha mi azt gondoljuk, csak úgy lehet kezdeni szeretni, az nem fog menni. Lehet, hogy én egy gondolom, de ez így nem biztos, nem így fog menni. Nem így van. Hogyha valaki mondja nekünk, szeret, akkor nézzük meg, van-e alaptulajdonságok? Mert hogyha nincsen alaptulajdonságok, akkor hogyan tud szeretni? Mert szeretetet rá kell építeni ezzel, erre az alapra, ezekre a tulajdonságokra. Ez a fontos üzenet, hogy alapot építsünk a tulajdonságok, utána tudjunk rá építeni a feltétel nélküli szeretetet. És ez egy tudatállapot, ez egy tudatminőség. Köszönöm szépen, további szép napot kívánok! Írjátok kérdéseket,
válaszolom, köszönöm. Hare Krishna! Yachayasya Nishchitam